Megtelt a Ceglédi Kaszinó a Ceglédi Lokálpatrióta klub legújabb előadásán. Závec Cibor közvéleménykutató beszélt többek között a mérésekről, azok a reprezentatív jellegéről és a kutatások megrendelőiről. A megjelenteket dr. Csáki András a klub elnöke köszöntötte. Elmondta, a választások közelettével olyan embert szerettek volna meghívni, akinek több évtizedes kutatói múltja garancia arra, hogy hiteles információkat kapjon a publikum a közvéleménykutatások hátteréről. Závec Tibor elmondta, a mérések hitelessége nagyban múlik azon, hogy a megkérdezett emberek összetétele azonos legyen az adott településen élők összetételével tehát annyi legyen benne a középfokú végzettségű, annyi legyen benne az idős ember, annyi legyen benne a hölgy, mint amennyi az adott településen van, tehát az ezer emberben is annyi legyen. Ez egy ilyen alapfeltétel, tehát a reprezentativitásnak vannak ilyen szociológiai dimenziói. Ha ezt jól csináljuk meg, jól vesszük ki az úgynevezett mintát, hogy ezzel a szakszóval éljek, akkor akár 500 fő is elegendő ahhoz, hogy egy adott település lakosságának a véleményét reprezentatív módon begyűjtsük, mert minden réteg képviselve van benne arányosan, ez a legfontosabb. Emellett fontos az is, hogy korrekt, szakszerű és független kérdéseket tegyenek fel, azok sokszínűek legyenek. Ugyanakkor a megkérdezettek őszintesége elengedhetetlen feltétele a jó mérésnek emelte ki a szakember. Hiszen, mint fogalmazott, így alkotnak egy közös ügyért küzdő csapatot, a választópolgárok, a lakosság és maguk a közvéleménykutatók is. Nyilvánvaló, hogy egy ekkora mintaméretnél körülbelül ez a 2-3 százalék, plusz-minusz 2-3 százalék pontnyi eltérések azok, amit a matematikai statisztika okoz. Tehát ez nem a mi hibánk, nem a mi, ö, problémánk, hanem egyszerűen abból fakadom, ahogy nem mindenkit kérdezünk meg, hanem valakiket kérdezünk meg a nagy sokaságból. Önkéntelenül és mechanikusan adódik az, hogy nem százszázalékosan pontos az eredmény, és ha mi azt mérjük valamire, hogy nem tudom, 40 százalék, állít azt, hogy igen, akkor ennek a, az értéke a valóságban valahol a 37 és a 43 százalék között lehet. Závetsz Tibor arról is beszélt, ki keresik meg a kutatóintézetet felmérési igényükkel. A megrendelők részben az akadémiai szféra, tehát a tudományos kutatók, az egyetemi szféra, külföldi, Hasonló típusú partnerek, szervezetek, ezen kívül a politikai élet szereplői, ez alatt a, akár önkormányzatokat érthetünk, akár pártokat. Tehát nyilvánvaló, hogy ahol vannak források arra, hogy a valóságról ismereteket tudjanak szerezni és tudnak rá költeni, pénzügyi forrásokra gondoltam, azok tudnak megrendelőké válni. A Ceglédi Lokálpatrióta Klub előadássorozata a közeljövőben folytatódik.